Hölgyeim és uraim, Plague Incorporation ismét, és a mai nap valami új fenét fogunk elterjeszteni. Mondjuk, mi nem volt még, vírus az volt, baci volt, gomba, parazita, nanovírus vagy biológiai fegyver a választék, zombivírus még továbbra sincs sajnos. Talán a héten, de nem tudni. Legyen parazita, mert az jó pofa. Mit szóltok? Íme itt van. Kis gusztustalan féreg. Ez is. De jó lesz. Na, lássuk csak, hogy milyen bónuszokat szeretnék neki adni. Ha mondjuk a kis... Hát mi legyen? Ha kipukkantam ezeket a piros... fertőzési buborékokat, akkor adjon többet, vagy pedig egyből már az elején kapjak bónusz DNS pontokat. Legyen egyből az elején most, ez ilyen kis szívós féreg legyen. Akkor legyen nehezebb kikurálni, vagy mutálódjon, egy esetleg kevésbé mutálódjon. Maradhat a nehezebb kúra. Akkor fertőzzön az elsődleges élőhelyén, ahol ugye elkezdődött a fertőzés, ott jobban. És én szeretem ezt az extremofilt meghagyni, mert az akkor úgy mindenféle környezeti viszonyhoz egy kicsit szívósabbá teszi a dögöt. Jó, normál nehézségi szint az maradhat. A galantféreg, hát legyen galantféreg, azt már így előre megadtam neki. Galandféreg? Ja, galandféreg. Jó lesz az. Ne, legyünk kreatívabbak. Mi legyen? Legyen inkább... lágyék parazita. Csak hogy kellemes legyen mindenkinek, miközben nézi a videót és mire gondol. Na, első kezdő helyünk. Hát mondjuk most valami népesebb helyet szeretnék kiválasztani. Kínát, vagy... legyen India. Ott úgyis sok az ember. 1,3 milliárd ember van. Akkor a lágyék parazita először Indiában ütötte fel a fejét, és már neki is látott ahhoz, hogy tovább terjedjen. De elsősorban... Mivel járjon? Egy kis köhögést, illetve bőrkiütést eredményez a kis drága. Hát a bőrkiütés az meg így nem is mondanám tovább, hogy az milyen helyeken jelentkezik elsősorban. Fincsi lesz. És emellé még szimbiózisba lép a gazdatesttel, tehát nehezebb lesz kiszúrni. Tehát egyszerűen csak megjelennek az emberek lágyék a tájékán, ilyen viszkető bőrkiütések, és emellé még elkezd köhögni is, szóval a tütőre is rámegy, így a lágyéktól. De akkor így adva vagyon, hogy nem jó úton terjed. Na nézzük, még a terjesztése nem tudok. Izzadás. Az izzadmányban is terjedni fog. Tehát így meleg éghajlat, az emberek izzadnak. Jó lesz ez. És ráadásul ugye szegényebb régiókban, ahol ugye nem tudnak rendesen mosakodni, ott ez hatványozottabban érvényesül. Hát, egyelőre még a vérben ne terjedjen. A vír útján. A lágyék parazita. Na, és akkor Indiából indul majd ki a korság. Hopp. Terjedjen a vízben. Így akkor, aki végre is mosakszik, fertőzött vizet engedne maga után, vagy hagy maga után,
amiben ha más belemártóztatja szépen a kis testét, akkor ugyanúgy megfertőződhet. Tehát látjátok, már több mint 1000 ember fertőződött meg. Jó, még egy DNS bubi. És én azt szeretném, hogy a köhögés ugye rámegy a tüdőre, a köhögéssel is terjed, akkor a levegőben is jobban terjedjen ez a parazita. Hát valakinek már rámászott a tüdejére, és köhög, ilyen allergiás köhögés lesz miatta úrrá az emberem. Nem tudja mire vélni, és közben a levegőt teleköhögi a parazitával. Valami nagy botrány van. Valamelyik egyetemen. Na nem baj, az most minket itt annyira nem érint. Ohó, na nézzük. Hát a szúnyogok nagyban segítenének a terjesztésben, de akkor már a vér útján való terjesztést is bekapcsoljuk a buliba. 17 DNS pont kéne még ahhoz. Jó, hát a rosszul lét az annyira nem. Tüsszentés! Hoho! 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 Még jobb. Tüsszögjenek is már a betegek. Egyre allergiásabbak lesznek erre a féregre. És csaknem már 100 000 beteg van Indiában. És számuk most már napról napra rohamosan nő. Újabb DNS bubi. Remek. Ó, a szegény országok egészségügyi csomagot kapnak gazdagabbaktól. Ez némileg majd megnehezíti ott a terjedést. Ez az, nem baj, mi tovább fertőzünk a levegőben. És majd a következő szegmensben picit még egyéb szimptomákkal is ki fog egészülni ez a féreg. Ó, egy újabb fertőzött ország, Kína és Dél-Kelet-Ázsia, valamint most már Pakisztán is fertőzötteket fogadott, és Nagy-Britanniába is érkezett fertőzés. Ó, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Egyiptom, a közlekedési csomópontok megfertőzöttek. Ez nagyszerű. Asszonyja, mi legyen, mi legyen? A gyógyszerekkel szembeni ellenálló képességet is fejlesztenem kellene. Az annyi, mint 12 DNS pont, ez pillanatokon belül megvalósul. Nagyszerű, és akkor most már Nagy-Britannia sem lesz biztonságban. Hatalmas nagy földrengés Svédországban, szegény svédeket az ág is húzza. És Indiában tényleg elszaporodott most már. Minden indiai van egy ilyen parazita, a lágyék parazita, ami elsősorban így a lágyék tájékon okoz kiütéseket, illetve izzadást. De szép lassan a lágyékról valamilyen oknál fogva a tüdőre húzódik át. Valószínűleg az ott a parazitának egy kellemesebb környezet. És köhögést, allergiás reakciókat vált ki a bőrön is. És még szimptomákat akarok. Hemofília. Cisztásodás, hát... Egyre nem szeretnék cisztákat. Ellenben azt szeretném, hogy még inkább szimbiózisba lépjen a gazda testtel, és nehezebben fedezzék föl. Afrikában is elkezdett terjedni a korság. Nagyszerű, nagyszerű. Dél-Afrikában is már 10 000 fertőzött. Ha így haladunk tovább, és a közlekedési csomópontok megfertőződtek, akkor onnantól kezdve pillanatokon alatt eljut, már Amerikában is van 95 fertőzött. Jól van.
mivel Afrika egy szegény ország, szeretném, hogyha most már elkezdene vér útján is terjedni, így a nemi közösülés, a droghasználat és persze az egyéb vérzések útján is terjedni fog. Rosszabb lesz, mint az AIDS. Hát már mennyi? 1,3 milliárd. De gyakorlatilag egész India fertőzött. Jó, szeretném, hogyha a hidegre is ellenálló lenne. És szépen. Még mit sem sejt az emberiség arról, hogy mi vár rá. Jó, még a Fülöp-szigetek, Izland, Grönland és a Karib-szigetek maradt, ami fontos lenne, hogy megfertőződjön. Ó, de már Japánban is. Tombol. A Szaúd-Arábiában is. A sejkek. Ez az Izland, Oroszország. A sejkek ott nagyon rossz aggódnak. Jó, terjedjen még inkább víz útján. És akkor a bioaerozol, extrém bioaerozol, ahol már mindenütt megállás nélkül terjedni fog. Mi a helyzet? Ó, az immun elnyomás képessége mutálódott neki. Ez így akkor még viccesebbé teszi az egész történetet. Közép-Európa még érintetlen. Ott az emberek azért mosakszanak meg. Rendesen használnak óvszert. Eleve Kína. Kínában is most már elszabadul a pokol. Naponta milliók fertőződnek meg. Így az a másfél milliárd ember az gyakorlatilag egy hét alatt megfertőződik most már. Ilyen vagy olyan módon, ugye a köhögés. Nemi bajok. Közösülés, mert ugye a lágyéknál van a parazita. Csodálkozom, hogy így a nemi dolgokra nem mentek rá jobban a játékban. Tüdődéma? Az is fertőzőbbé tenné. Vagy inkább rosszul lét. Ja, az immun elnyomás az már haláleseteket is okoz. És Kanadában is betegeket jelentettek, és a Karib-szigeteken is. Most már csak Grönland. Na, felfedeztek egy új betegséget, amit lágyékparazitának keresztelt el egy helyi doktor Közép-Ázsiában. És más országok is jelentik ezt. Mexikó! Első halál Mexikóban. Hát már nem az első, mert világszerte pusztulnak az emberek a lágyékparazitában, ugye az immun elnyomási tünetek miatt. Hop, 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 Dél-Amerika. Angliában is egyre több a beteg. Jó, jöhet az extrém bioaerozol. Itt akkor már semmi sem menti meg az embereket attól, hogy minden módon megfertődjenek. Anémia. Ajjaj, csökkent a szervek vérellátottsága. Igen, igen. Ez lesz itt a probléma. És hemofília. Tehát most már, hogy a vérben is terjed, így a vérrel kapcsolatos szimptomák is egyre jobban mutálódnak így a parazitánál. Egyiptom! Egyiptom elkezdett dolgozni a kúrán, és 2510-re már meg is valósítják a gyomódot. Hát $400 kis kutatási alappal. 416. Hát gondolom egy helyi orvos vagy orvosok összedobták, amiük van, hogy kikutassák a betegséget. Szegény orvosok, úgyhogy nem kell, nincs mitől tartanunk. Közben Brazíliában is valami brutális módon kezd elszaporodni. Közép-Európában is most már 12 fertőzöttünk van. És Afrikában, jó, a balti államok, Lengyelország, nem, a balti államok még fertőzésmentesek. Svédországban volt egy földrengés, ami ott szükségállapot van. Az északi államok, Grönland, balti államok. Na, most már az északi államok sincsenek. Hemofília, ajjajjajjaj.
Jó, most már tökéletes szimbiózisba kell lépnem a gazdatesttel, hogy észrevétlen maradjak. És még kell egy kis tünet együttes produkálni. Hát... a bőrkiütések után... ilyen... bőr... ilyen sebes bőr, ami ugye vérzik, gennyedzik. Mit gondoljatok bele? Lágyék tájékon, ez nem kellemes. És jóformán már az egész világon vannak halálesetek, és szinte az egész világ megfertőződött. Egyedül Európa tartja még magát, meg Észak-Amerika, Oroszországban is. Egyre másra fertőződnek az meg az emberek. Napról napra milliárdok. Milliárdok? Elnézést, milliók. Azért annyian nincsenek még az oroszok se, maxarázva. Svédország. Végre Svédország. És földrengés sújtott a Svédország. Ja, és ráadásul kutatási potenciált is lerombolta. Már 415 dollár maradt így a kutatásra. Viszont bekapcsolódtak más államok is, ahogy nézem. Kutatási alapba, és elkezdték kutatni. Tumor, ajjajjajjajjaj, az nem szép. Gyakorlatilag úgy, hogy a vérre is ráment, így megjelent bizonyos páciensekben tumort eredményez, ami szintén halált okozhat. Na már csak Grönland van talpon. Igen, csak Grönlandra nem jutott el a fertőzés egészen mostanáig. Valami vérzés. A hemofília és a vérző sebek kombó. Azt okozza, hogy a fertőzötteknek vér ömlik ki a sebeink keresztül a bőrén, és emiatt a lágyék parazita sokkal veszélyesebb lett. Csak Izlandon kéne pusztuljanak a fertőzöttek, még mielőtt az összes eszkimót és kutatót belem fertőznék. Ó, Svédországban problémák vannak. Egyelőre még lassú a fertőzés. Jó, hát most már úgy, hogy halál is vannak. Ó, India lekapcsolja a reptereit. Hát jobb később, mint soha. Jó, a hideggel szemben kell ellenállóbbá tenni. 2015 márciusa van. Egy év telt el majdnem a fertőzés kezdete óta. És látjátok, már az egész világ gyakorlatilag megfertőződött a lágyék parazitától. Egyedül az északi államok és Közép-Európa. De a Közép-Európában is most kezdett burjánzani a betegség. Egyre másra jelennek meg a fertőzési gócpontok. Finnország is, Svédország, Izland, Grönland és Kanada tartja magát még valamennyest. De már nem sokáig, ezt megígérhetem. 17 DNS pont választ el attól, hogy ott is. Ó, és már ott sem lesz menekvés. A parazita gyorsan alkalmazkodott a hideg éghajlathoz, és így akkor már könnyen tud terjedni. Fertőzött hajó megy Oroszországban, ahol már mindenki megfertőződött, és szép lassan pusztul a lakosság. Ó, most már az egész világ a megoldásra összpontosít. 2001 éven belül ígérik a megoldást. De hát most már késő, most már gyakorlatilag csak várunk, hogy elég DNS pont gyűjjön össze, hogy halálos, igazán halálossá váljon lágyék parazita. Fel is gyorsítom. Ó, álmatlanság! Hát most már kiderült a turpisság. Az emberek tudnak a lágyék parazitára, és egyre inkább beépül a köztudatba, hogy van egy ilyen, és gyakorlatilag már mindenki fertőzött. Vajon mi legyen? Nekrózis? Szerleállás? Hát meg kiderül. Közben a mutációs DNS pontok jól van, Grönlandon is most már rohamosan terjed. Az eszkivók között. Ó,
feltérképezték teljesen a genoménkat, génjeinket, úgyhogy ez kicsit felgyorsította a kutatási projektet. Kanada. A sok gyógyszer miatt gondolom ellenállóbb lett a vírus. Nem baj. Szép lassan ott is mindenki meg fog fertőződni. Egész Grönland most már az 55 ezer lakosával fertőzött. Közben Afrikában újabb DNS bubik vannak. Még nem is kezdtek el gondolni így repülőgépen megoldást szállítani egymásnak az országok. Kanada, mi lesz véled? Baj, kapom szépen a DNS buborékokat. Jó, 1 millió fertőzött. Abscessness, na az nem tudom mi. Megnézzük. Ja ez! Kis ilyen fertőzött hús zsebecskék alakulnak ki így a szervezetbe, hát így a húsban, ami gyakorlatilag a táptalaja lesz a különböző patogén fertőző férgeknek. Hát úgy lágyék részen gyakorlatilag így bőrkiütés, közben köhög a beteg az allergiás reakciók miatt. Aztán a bőrkiütésekből gennyedző, nedvedző sebek lesznek, ami így a vérre is ráhozódik, és a környező szervi részeken pedig ilyen nedved, ilyen fájó tumorok és ilyen bőrduzzanatok vannak, ahol tovább tenyészik. Lágyék féreg, úgyhogy öjj. Csúnya. És erre most már csak habatortán, hogy nekrotizálni fogja a környező szöveteket, magyarul elhalnak teljesen. iCure. Új alkalmazás a gyógyulásra. És így a nekrotizálással gyakorlatilag még halálosabb lett a vírusunk. Nagyon nagy erőkkel dolgoznak viszont a megoldáson. Így úgy döntött a vírus, hogy most már nincs szükség arra, hogy ilyen ütemben terjedjen, hanem inkább még halálosabb, vagy inkább nehezebben kurálhatóvá akar válni. Most már a hideg környezethez sem kell alkalmazkodnia. Már nem is akar szimbiózisba lépni a gazdatesttel, csak elpusztítani azt. Úgyhogy lássuk, mi lesz meg előbb, a gyógyír, vagy az emberiség pusztulása. Újra szekvenciáljuk a DNS-ünket, ezáltal lelassítjuk a kúrát. És már nem maradt egészséges ember a Földön. Így nincs más hátra, mint végignézni szép lassan az emberiség pusztulását. Ami így már nem tart soká, gyakorlatilag naponta milliók halnak bele ebbe a nekrózisba. És most már, hogy szervi... Tehát... szervleállást is eredményez a nekrózis. Így ez még durvább lesz. Új-Zélandon atomreaktor robbanás. Hú, egész Új-Zéland, nézzétek meg, ott kipusztult, és nem csak a vírus miatt. Na nézzük meg, mi a helyzet Új-Zélandon. Nemzeti vészhelyzet van. És gyakorlatilag minden kutatás leáll szinte. Jó, Oroszországban még dolgoznak, és hol van? Közép-Európa, Kína és Ausztrália. Itt van még a legnagyobb kutatási büdzsé. Itt is 7 millió dollárt áldoznak a kutatásra, itt 9-et Ausztráliában. Nem baj, már
Sem lesz, ott sem tart soká. A még élő emberek a kialvatlanságtól már így zombi módra mennek. Nem baj. Most, hogy már az agy is leállhat, így kómába estek a kedves betegek, úgyhogy itt a vége, fuss el vére. Az emberiség gyakorlatilag a lágyék parazita által másfél éven belül kipusztult. Nagyon kellemetlen tűhet együttes, főleg így a lágyék tájékán. Köhögéssel indult, aztán katasztrófa lett belőle. És gyakorlatilag már csak alig 50 millió fertőzött maradt. Ura pedig már sosem lesz meg, nem lesz gyógyír. Boldog karácsonyt mindenkinek, boldog új évet! És 2016-ra már csak 1 millió ember maradt életben, akik most már kb. Az utolsó hetüket töltik az élők sorában. Igen. Az utolsó élők pedig Afrikába, Ázsiába, megnézzük, hol lesznek az hol lesz a túlélő ország. Ó, Franciaország és Kazasztán. És kész. 2016. január 18-ára virradóra az összes ember elpusztult a Földön, és ezáltal lágyék parazita teljesen kiirtotta az emberiséget 677 nap alatt. Lassan indult a fertőzés Indiából, aztán utána átterjedt így a századik nap után a környező országokba, illetve Angliába és az Egyesült Államokba, és légi úton nagyon gyorsan elkezdett terjedni, köhögést eredményezett, illetve kiütéseket a lágyék tájékán, és utána elkezdett még inkább terjedni világszerte, ugye ezt felhasználva, és a köhögés miatt egyre jobban ráment a tüdőre, allergiás tüneteket produkált, illetve lágyék részen egyre durvább kiütéseket, tumorokat, aztán a vérbe is elkezdett terjedni, Afrika és Dél-Amerika is megfertőzött, Oroszország, és a vérrel való terjedéssel gyakorlatilag az immunrendszerre is ráment, elnyomta azt, és végül az északi országokat is bekebelezte, és ekkor tehát kezdte el nekrotizálni a szöveteket, amik utána el is haltak, és végül még az agyat is betámadta, és ez okozta a végső pusztulást az emberiségnek. Hát, nem lehetett kellemes. De ez csak egy játék. Plague Incorporation, én pedig megköszönöm szépen a figyelmet, és hogy ma is velem tartottatok. Remélem élveztétek ezt a lehetséges szkenáriót, így az emberiség történetével. Hát remélem ez soha nem fog bekövetkezni. Legyetek jók, és evés előtt mossatok kezet. Sziasztok!